Hát itt állunk a Beszűrhegybe, a Beszűrhegy bűnőnél, ami egy régi és jelenleg tulajdonos dr. Korpási István eredeti állapotában visszaállított kevés ilyen hely van, az átalakítás során vállalkozik. Lehet ismerni. A jelenlegi tulajdonos vagy leszármazott próbálta visszaállítani és próbálja most is. Eredeti 1897-ben Dús Julianna Málfényi János felesége adta be az igényt erre a 24 méter hosszú, 10 méter széles, 4 szobás ház építésére. 98-ban lett készen ez a ház, aztán ide ki is költöztek a Kálvária utca 11-es szám alól, ahol az a Málfi Jánosnak paprikomalma volt, és mellette a testvérének még akkor vaskogója, és az is aztán megszűnt, mert ki kellett költözni. A Málfi János arról ismert, hogy itt Szatyvazon a paprika gyára volt, mindig oda volt írva, ha valahol ki van írva, hogy Málfi János, alá, hogy Szatyvazon paprika malom tulajdonos. Hát a paprika malom tulajdonos nagyon hát jelentős volt, bent található, bent Szegeden. De az egészben az az érdekes, hogy Pálfi János testvérével, a fiatal elhúzt Balázsra együtt hát produkálták, vagy hozták létre a paprika őrlésének hát a tudományát, és azt szabadalmaztatták. Mert korábban a paprikát csak törték, és ilyen bonyolult művelettel hát készítettek paprikát. Hát így is tovább a bonyolultság megvolt, de az a lényeg az, hogy most már olyan őrlőkövet tudtak állítani, amit nem csúszott el a paprika, hanem hogy megtört. Hát a maga az épületbe ide költöztek azután kibentről, nagyon jól érezték magukat, ugye itt előtte lévő úton, arra még szőlő volt mindenütt, 4-8 szőlő tartozott behőt, egy hatalmas pince van alatta, belső berendezése is hasonló a korábbi régihez, és hát igencsak példamutató ez a többiek számára is, de sajnos a legtöbb régi épületünk úgy átalakult, hogy már nem lehet rá ismerni, hogy hogyan is nézett valamikor ki. Hát Pálfi Jánosnak még annyit tudni kell, hogy 1910-ben hozta létre a malmot, 13-ban meghalt, 79 éves korában. A fia, az egyik fia volt a későbbi polgármester, Pálfi József, és azután az volt itt ki, de mivel a várostál alkalmazták, majd 34-től polgármesterré választották, tehát már a paprika malom tovább nem foglalkozott, és azt itt 13-ban az apja halála után hát meg is szűnt létezni, eladták. Amit még tudni kell erről az épületről, hogy hát innen jártak be Szegedre, reggel, és akkor ott végezték a munkájukat, és délután mindig jön. Az itt lévő sok, legalább 100 hasonló épületben jelentősebb szegediek tartózkodnak, és azért fordul az elő, hogy egymás között is házasodtak, ide például a Pálfi Anna felesége, vagy férje is Zsótér volt, azután a Kordákkal, hisz a Kordák nem messzire laktak szintén, hanem az érdekesség az, hogy ugye minden nap úgy szólva, ha nem is minden nap, de minden hétvégén összejöttek itt, és a nagy társaság volt abban az időben. Hát nem csak Tankó Pistára emlékszünk, de ugye nem csak a zenészeket hozta ki Zsótér annak idején, hanem kihozta a színészeket is, akiknek nem volt a két szín, az ház
Széni évad között helye vagy nem tudott mit csinálni, kihozta itt volt, és bizony már itt kora idő pontokból már az 1860-as évektől előadások voltak, tartva, ahol a kint lévő városi színház zenészei, valamint az ellen távozó, tehát az a nem menő, vagy nem tudom én, otthon nem találó színészek is itt vészelték át legtöbbször a gyarat, és akkor mindig volt szerepe is. Hát sok mindent lehet elmondani, hogy ez a Pápi családról 1502-es Szent Lajstromban már szerepe, a számuk elég sok volt belőlük, és most is sok van Szeged környékén. Valószínű, hogy mind rokonok voltak valamikor a régi időben, és most is még tartják a rokonságot. Az érdekesség az, hogy különböző, hát szinten található pártjak is érdekes módon mindig tartották a kapcsolatot egymással. A Pálfi Jánosról még annyit, tehát a fia Pálfi József polgármester 1944-ben az oroszok bevonulásakor halt meg a klinikán, és aztán a fia, tehát Pálfi János építető unokája, Pálfi György volt a polgármester, aki már nem is lakott, hanem mindenre persze. Hatalmas pénzemet tanulta, volt íves pénzemet, tele volt mindig borral, négy hogy szőlő tartott, a szőlő nagyon jól fizetett még, mert a hidrokszéna miatt az 1800-as évek második hét felépett át, vagy a hidrokszéna miatt sokszorosára felemelkedett a bor ára, és szinte hasznot is hozott. Az igazság az, hogy a régi időben Szeged lakóinak egyharmada ugye kint a külterületen, alsó és felső tanyán lakott. Azt azért meg kell mondani, hogy a Szeged város a töröktől való felszabadulásától mindig azon igyekezett, hogy ezen a külső területeken mindenhát el tudjon helyezni embereket, el tudja adni, vagy ki tudja béreltetni, és körülbelül vagy 300 éven keresztül az a külterületen élő népség fizette állandóan az adót és tartotta Szegedet úgy szólva. Vagy csak arra gondolok, hogy 1854-ben, amikor a tanyai iskolákból 8-at létrehoztak, és hirtelen nagy ovációban, hogy a kultúrát belendítették, abból is óriási hasznot húzott a város pillanatok alatt, mert hiszen nem a 200 forintos fizetés, tanítói fizetés mellett minden beírtól beszedett 1 forintot, és mindenhol föld után 1 forint adót fizettetett iskola pénzként. De a felső tanyaiak, ha bementek, abban az esetben nekik kellett a piacon a helypénzt fizetni, vámot kell, amikor bementek, útvámot külön kellett, hogy az utat, a köves utat ugye használják, a belterületiek nem fizettek, hát nagyon sok fizetés bánt a külterületiekre. Nagyon későn indult meg tényleg ugye valamit, hogy utat kijelöltek, és akkor már útpénzt szedtek az új útnak, és többszörösét, mint amit felhasználtak. A két Pálfi, a két polgármester igen sokat tett szatyvani. A Pálfi, hát Jánosnak ugye a fia, Pálfi Józsefnek a felesége, Tóth Rozália, mégpedig az a Tóth főmérnöknek a leánya, annak a Tóth főmérnöknek, aki elkészítette a szatyvazi kápolva alaprajzát, és az építési tervét készítette el. Hát sokat tettek, különösen a Pálfi János szatyvazi annak idején, nem csak a 10 éve alatt, ami
az Szegeden polgármester volt, amely már előtte is, hiszen jó részt maga a kápolna építése is a pénzt ő segítségével gyűjtötték itt helyben a fiatalság össze, különböző rendezvényeket szerveztek, de azt is tudjuk, hogy később, amikor a kápolnát bővítették 1938-ban a várostól adott pénzt, hogy a kápolnát bővítését sikeresek legyenek, tehát a befejezéshez támogatást nyújtott. Pálffy János építtető azután 1913-ban, 79 éves korában itt halt meg, nem a Kálvária utca 11-en alatt olyan szép helynek számított, mondom valamikor, hogy öröm volt kinézni az ablakon, és hát egész élete végén itt élt, amikor fölépült ez a ház. Nagyon sok látogatás, most is még vannak, itt jártak hajdanában a táború előtt. Háború után még az 1960-as években is, hát a Veszeli Gyuláné Pálffy, Erzsébet volt a tulajdonos, innen járt be mindig naponta, vagy hetenként vasárnap a templomba, és hát amikor kellett az üzletbe vásárolni. A helyreállítás tehát az csodálatos, és egy múzeumnak felel meg. Több ilyen próbálkozás volt a faluba, amit nem sikerültek, elsősorban azért, mert anyagilag hát igen igényes, hát akár a külső, akár a belső berendezés, hát beszerzése és felállítása. Köszönöm, meghallottak.